Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Az elmúlt héten ünnepeltük, köszöntöttük a méz világnapját. Ebből az alkalomból Antal István mészmester apiterápiás házában itt Székesfehérváron rendeztek egy találkozót, ami nagyon-nagyon fontos volt, ahol képviseltette magát a Szent István mézlovagrend, ott voltak a méhészmesterek, ott volt az apiterápiás egyesület országos elnöke, illetve Bros Péter, a Magyar Méhészeti Egyesület országos elnöke is. Erről fogunk beszélgetni, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy a nemzetközi mézpiacon is körülnézzünk, tekintve, hogy ez nyilván hatással van a magyar mézpiacra is. Vendégem pedig Antal István mézmester. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. No, hát először erről a találkozóról kell, hogy szó essék. Én azt hiszem, hogy egy remek hangulat volt, megfelelő méltóságot adott ennek az ünnepnek egyik oldalról, másik oldalról pedig nagyon-nagyon fontos témák is napirendre kerülhettek. Így van. Hát ez a méhek napja, ez egy magyar kezdeményezés, ez körülbelül 30 évvel ezelőtt indult el. Ezt nem kell összetéveszteni a méhek nemzetközi világnapjával, ami május 20-án tartandó. Most már hagyományszerűen 5 éve vagyunk nyitva az apiterápiás házzal, és ezzel ott mindig úgy kezdjük a tavaszi programjainkat, hogy egy úgynevezett nyílt napot tartunk, de ezt most egybefűztük a méhek napjával, és nagyon nagy szeretettel fogadtuk ezeket az egyesületet, és ezeket a személyiségeket, akik nekünk nagyon fontosak a munkánk és a szakmai szempontból is. Ugye megtapasztaltuk, hogy nagy érdeklődés kísérte, mondtam én, ez így is volt, annál is inkább, mert az apiterápia még mindig nem terjedt el olyan szinten, mint amit ilyen hatással bír az emberi szervezetre. Ez így van. Sokan nem is tudják, hogy ugye csak élelmiszert látnak például egy mézben, de sokan nem tudják azt, hogy ezek gyógyhatású termékek is. És a méhek több-több gyógyhatású terméket előállítanak, így felsorolhatnánk a mézet, a propoliszt, virágport, pempőt. Ezek mind-mind az apiterápiának a részei. De ezen kívül még egy nagyon nem elterjedt gyógymód, ami a méhekkel kapcsolatosan működik, ez az úgynevezett kaptárlevegős gyógyítás. És én nekem sikerült megalapítanom egy tényleg olyan minőségű apiterápiás házat, hogy tudtom nélkül megépítettem az ország legnagyobb apiterápiás házát, és ezt most érzem ennek a szakmai elismerését, mert a Magyar Apiterápiás Társaság vezetése szempontjából is tényleg elismerésre került a munkám most már. Tehát ez megerősített téged, és mindazokat, akik eddig már belekóstoltak, hogy milyen is ez a gyógymód. Ugyanakkor hogyan lehet ezt elterjeszteni, hogy még többen vegyék igénybe? Hát igen, most már elmondhatom azt, hogy nem csak azt tudjuk mondani, hogy a szakirodalom leír dolgokat, és abból tudjuk azt, hogy milyen fantasztikusan jó dolog ez, hanem ennyi év alatt saját tapasztalatból látjuk azt, hogy emberekre milyen hatással van ez a dolog. Hát nagyon sok munkánk van abban, hogy ez egyre jobban elterjedjen. Tényleg azt lehet mondani, hogy most már az embereknek valamilyen szinten bent van a tudatában az, hogy ismerik ezt a gyógyítási módot, meg nem is gyógyítási módot, hanem egészségmegőrzési módot, és tényleg amikor arról beszélünk, hogy egy szervezetnek az immunrendszer erősítésével kapcsolatban milyen jótékony hatása van, akkor ez nagyon-nagyon sokat tesz hozzá egy ilyen létesítménynek a megléte. Tehát ez egy jó út, megerősítjük. Így van, így van. No, viszont ha már Bros Péterről beszéltünk, az elmúlt héten szintén egy rendkívül fontos bejelentés sort tett újságírói kérdésekre válaszolva, és az lenne az én kérésem, hogy egy kicsit járjunk utána mi is, mert ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy az ukrán-orosz háború okán elhúzódása miatt rendkívüli kereslet van a nemzetközi mézpiacon. És ez óriási felelősséggel bír, hiszen korán sem mindegy, hogy milyen árakon fogjuk megvásárolni és hogyan tudjuk megvenni.
A magyar méhészetre ez milyen hatással van ez a háború? Hát azt tudni kell, hogy Ukrajna egy rendkívül nagy mezőgazdasági nagyhatalom. És óriási mennyiségű gabonát, ezen kívül olajos magvakat termelnek, és hogyha azt lehet mondani, hogy Európának szinte a legnagyobb beszállítói az oroszokkal egyetemben, ez Európára, Elő-Ázsiára vonatkozik, és amikor tényleg arról beszélünk, hogy ez a háború, ez olyan szempontból is kihatással van a gazdaságunkra, hogy hát nagyon nagy valószínűséggel ezek a termelések az idén ki fognak esni a behozatalból, és hát ezt már tapasztaljuk az árainkon is, hogy ezek a mezőgazdasági termékeknek a nem léte, ez egy árfelhajtó hatással van. Na most azt tudni kell, hogy ugye mindig valamilyen szinten panaszkodtunk arra, hogy a Kelet-Ázsiában származó mézek, vagy méznek mondott dolgok. Elsősorban kínai mézre gondolunk. Kínai mézre gondolunk. Ezek valamilyen szint, nem is mézekről beszélünk, csak egy édes termékről, hogy ezek milyen rossz hatással vannak az európai mézpiacra. Na mostan az ukrán mézek, azok egy jobb minőségű mézek, és valódi mézek, csak mivel nagy tömegben vannak, ezért olcsón érkeztek be az Európai Unióba. Na mostan, hogyha ezek az olcsó mézek megszűnnek, akkor valószínűleg egy olyan pozíciót tudunk elnyerni a piacon, hogy jobb áron tudjuk értékesíteni a termékeinket. Na most ezért kell nagyon észnél lenni. Igen, ennél. Mert azért ne feledjük, egy ideig attól tarthattunk, hogy az időjárás megakadályozza a vetést, rossz lesz a repce, illetve a búza, meg az összes többi növényünk. Tehát a haszonnövények adják ugye a méztermés java részét ilyen értelemben. Most ugyanez Ukrajnában veszély fenyeget, hiszen ők nem tudtak vetni a háború miatt, ami azt jelenti, az Oroszország megmaradt ott egyedül, a kínai méz, mint tudjuk, nem méz. Így van, tetszik, és nem azt tetszik. Kerüljük. És azért ne feledjük, hogy Ukrajnából 50-60 ezer tonna érkezik az Unióba, ami több, mint a kínai méz is, hála Istennek tegyük hozzá, hiszen a minőségét össze sem lehet hasonlítani. Ha ez kiesik, akkor mi a teendő? Tehát az rendben van, hogy a magyar méz az lesz. Így van. Viszont árfelhajtó hatása van óvatatlanul, és ennek az orosz-ukrán háborúnak. Igen, ez nagyon valószínű, hogy ez fog bekövetkezni, hát mint minden termékkel kapcsolatban. Ez az árfelhajtó hatás, ez azt fog eredményezni, hogy a jó minőségű mézeknek meg fog ugrani az ára. Na most ez kell a magyar méhészeknek meglovagolni, hogy jó minőségű terméket előállítani, és ennek most valószínűleg meg fogják fizetni az árát a fogyasztók egész Európában. Így van, hiszen a forint gyengül, ne felejtjük. Hát így van. A méz, illetve az időjárás okozta, és a háború miatt drágább lesz egyébként is, tehát óriásit nyílik az orró. Így van. És hát idáig a méhészek mindig azt preferálták, hogy saját értékesítésben értékesítsék a mézüket, kiszerelve, értéket hozzáadva. Na mostan nagyon valószínű, hogy a nagyban értékesítésnek az árszintje is meg fog növekedni. Nyilván, hiszen az elmúlt években a kiadások nőttek, a termésmennyiség csökkent, erről számtalanszor beszéltünk, tehát szűkült a nyereség is. Így van. Most pedig ugye az agrártámogatásoknak is köszönhetően azért kinyílt ilyen értelemben is az olló, tehát több támogatás jutott, tehát elindulhatna egy folyamat, egy ha ennek nem egy háború lenne az ára. Így van. Erre hogy készülnek a méhészek egyébként? Ugye az időjárás nem szabgáltat most semminek. Az időjárás nem szabgáltat, igazából, ha jó minőséget állítunk elő, akkor a mennyiségnek a megléte nagyon fontos. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy Magyarországon van körülbelül másfél millió méhcsalád.
ez azért már egy tetemes mennyiségű méh, és hát nagyon reméljük, hogy termékben is ez meg fog látszani ebben a gazdasági szektorban. Bár annak ellenére, hogy azt tudni kell, hogy azért az ökológiai háttér miatt az, hogy megváltozott sok minden itten, megváltozott az éghajlat, megváltozott a gazdálkodás, minden, igazából ezért kevesebb termés jelenik meg ennyi méhcsalád jelenléte mellett is, mint ezelőtt 20-30 évvel. Ugye azt tudjuk, hogy a hazánk ilyen értelemben exportorientált, tehát a méz zöme azért a külföldi piacokra kerül. Vegyük sorban, hogy mi az, ami népszerű. Tehát itthon mi elsősorban a vegyes virágméz, napraforgó repce, de vegyük ezeket, hogy mennyire kellendőek az unióban, külföldön. Igen, ezek a mézeknek a közkedveltsége pusztán annak tudható be, hogy egy alacsonyabb árszínvonalon értékesítendő mézek, mint a legkurensebb termékünk, az akácméz. Na most igazából az akácméznek az, hogy tényleg most már ott van az akácméznek az ára, ahol megérdemli azt a helyet, most már azért egy magasabb árszintű méz, de törekednünk kell nekünk méhészeknek arra, hogy ezeket az olcsóbb mézeket ne azért vásárolják, ne azért válasszák az emberek, mert alacsonyabb az árszintje, hanem ezeknek az árát is nagyon jó volna odaemelni, ahol a megérdemelt helyük van, és hát a külföldi felvásárlók is ne azért vásárolják meg a mi termékeinket, hogy az ő termékeiket feljavítsák vele, hanem tényleg meglegyen nekik az a színvonal, és az, amit én megérdemel a magyar, a Kárpát-medence méze. Mit tett az OMME azért, hogy térjünk egy kicsit vissza a kínai mézre, hogy a nagy áruházláncok ne árusítsanak kínai mézet itthon? Egyáltalán lehetséges ilyen? Tehát a piac megengedni ezt a döntést? Hiszen tudjuk, hogy olyan kínai mézek szerepelnek, amelyek nem is mézek, és ráadásul, ha mégis azok különböző valódi mézekkel keverve kerülnek a polcokra. Így van. Hát sajnos a hazai mézfeldolgozók is alkalmazzák ezt a rossz gyakorlatot, hogy kínai mézeket vásárolnak fel, és azokat keverik be a magyar jobb minőségű termékek közé. Hát az OMME a Nébikkel karöltve végeznek olyan vizsgálatokat, hogy multiknál polcról vettek le termékeket, és hát sajnos megjelentek azok a rossz minőségű kevert termékek, és hát megpróbálják jogi útra terelni, hogy tényleg az üvegben, ami az üvegben megjelenő felírt minőség, az tényleg azt tartalmazza, amit be akarnak Tehát mutatni. A mézpiac stabilnak mondhatjuk, hiszen az a 10 000 tonna, ami itthon el kell, az fix. De korántsem mindegy, hogy milyen minőségű mézet veszünk, és melyiket vásároljuk. Az akácméz egyébként kellendő Európában? Hiszen ez igen, unikum. Unikum, ez egy hungarikum. Igen, és azt azért tudni kell az akácmézről, hogy sehol a világon nem terem olyan minőségű akácméz, mint amilyen Magyarországon. Ezt nagyon érdekes, hogy például az akác őshazájában sincs ilyen minőségű akácméz. Az akác az ez alatt a 250 év alatt, amit hazánkban a Kárpát-medencében tartózkodik, mert 250 évvel ezelőtt telepítették be körülbelül hazánkba az akácot, azóta honosodott. És a Kárpát-medencében olyan szintre jött az állománya, hogy minőség is és mennyiségben is a Földön nincs olyan, még egy olyan régió, mint a Kárpát-medence.
Beszéljünk a mély családokról, hiszen az idei pusztulás az borzalmas volt. Brosz Péter is úgy fogalmazott, hogy ez az elmúlt időszak legnagyobb országos szintű mézpusztulása volt, megközelítette a 20%-ot. Ezt egy köznapi ember nem tudja, hogy ez a 20%, mert mindenképpen soknak tűnik, de méhész szemmel. Igen, mindenféle költsége az méhészeknek ősszel, az őszi időszakban megvolt. Ami azt jelenti, hogy a teleltetés költsége, a gyógyszerezés költsége, az atkaírtás iszonyatos pénzekkel jár, és hogyha azt vesszük, hogy ezek a költségek mind megvoltak, és tavaszra azt tapasztalja a méhész, hogy méheinek 20%-a, de ez lehet, hogy nem csak arról szól, hogy maga a 20% mély család pusztul el, hanem a mély családoknak az erőssége is úgy legyengül, hogy utána nagyon nehéz belőle termelő családokat felállítani, és ugye Magyarországon az akác ugye a legkurensebb, és azt mondjuk, hogy az a legpreferáltabb méz, ezért a méhészek, a méheiket ezt az akác hordásnak az idejére állítják csúcsra. Na most ezek a legyengült családok, ezek nem lesznek abban a minőségben akácra, hogy ők azt a mennyiséget meg tudják hozni. Ezért szóval nagyon, nagyon súlyosan érinti a méhészeket ebből a szempontból, hogy igazából a kiadások azok megvannak, és amikor azt a zárszintű mézet, ami a tényleg a legmagasabb árszintű méz, nem tudják meghordatni, akkor az nagy gazdasági kérdés. Egy kicsit essék még szó a méhésztársadalomról. Az elmúlt években felvetődött, hogy egyre többen vállalkoznak, egyre többen indítanak méhészeteket, és ez bizonyos értelemben, mintha felhigítaná a szakmát. Néhányan azt mondták játékosan, hogy olyan, mint a kínai méz. Már a méhésztársadalom, ha nem születik döntés. Most hogy állunk ebben a kérdésben? Hát igen, igazából tényleg, akik abban az időben, mert volt egy időszak, mikor komoly pénzeket adtak pályázati úton azoknak, akik méhészkedésbe kezdtek, és akkor megvásárolhatták a méheket, de még az új terepjárókat is meg tudták venni, meg mind, szóval tényleg egy komoly beruházást végeztek, de szakmai tudás meg nem volt mögötte. És akkor az volt, hogy 3-4 évig működött a dolog, és akkor egyszer csak azt vették észre, hogy az ökológiai problémák, a gazdasági problémák, meg még sok-sok minden mellé jött, a tudás hiánya, azt vették észre, hogy ezek csődbe mentek. Általában azok a méhészek maradtak talpon ebből a konstrukcióból, akik egy több generációs méhészeknek a sarjai, és akkor azt mondták, hogy a fiataloknak is tudtak segíteni ezzel, hogy az előző generációknak a tudását átadva a fiatalok is talpon tudtak maradni. De higulást tesz nagyon nagy mértékben annak az időszaknak az eredménye, de a mai napig is azt lehet mondani, hogy tényleg csak a legelhivatottabbak kezdjenek bele, mert nagyon nehéz talpon maradni ebből. Most én szurkolok a méhészeknek mindenféle értelemben, annál is inkább, mert hogy még egy rövid felvetés, és megint az ár, és ezzel búcsúzunk. Ugye a méhésztársam reménykedik abban, hogy az áruházi árat rövidesen elérik. Mondjuk az akácméznél ez 4000 forint felett van, azt megtapasztalhatjuk, mert akkor nem kell otthon 2000-ért adni, tehát ez egy jó dolog, mert hát a megélhetésük függ tőle, és ne feledjük, hogy a méhészetnek nem pusztán a méz a legfontosabb, hiszen a beporzás nélkül úgy járunk, mint Amerika, ahol tudjuk, hogy már kézi porzókkal járják a földeket. Tehát nagyon-nagyon fontos számunkra. Így van. Hát amit az előbb említettem, hogy 11,5 millió mély család van körülbelül Magyarországon.
ez beporzás szempontjából úgymond elégséges, mert hogyha ezt négyzetkilométerre visszaosszuk, akkor az olyan 10-15 darab méhcsalád. És a méheknek a tartása nagyon fontos, mert ha belegondolunk abba, hogy 20 év alatt mennyi vadon élő beporzó rovar kihalt, akkor ezeknek a házi méheknek a fenntartásával tudjuk biztosítani azt, hogy azok a vadon élő beporzó rovaroknak a hiánya ellenére a beporzás az működjön. Igen, hát ez gondolkodóba ejtő, én azt hiszem gondolkodnunk is kell rajta, hiszen ne feledjük azért, a szlogen nem változott, méh plusz ész egyenlő méhész. Antal Istvánnak köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és bízom benne, hogy a jövőben változik a helyzet. Hát az ukrán-orosz háborút sajnos nem tudjuk befolyásolni, ugyanakkor az itthoni méztermelők, méhészek mindent megtesznek azért, hogy továbbra is polcokon tudhassuk a kiváló minőségű magyar mézet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Antal István méhészmester volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!